a balsors Bádog Eresze, a legmogorvább hóember, és az egy négyzetkilométerre jutó bürokratikus intézmények legmagasabb aránya a Földön. Irány Brüsszel! Magyarország állítólagos ellenségeivel fogok beszélgetni EU-s korrupcióról az Európa Parlament brüsszeli pincéjében. A középidőben. Ez a beszélgetős műsorunk második évadának első része. Idén körbeutazzuk Varsót és Brüsszelt, meg persze ingázunk Budapest és Bécs között, hogy mindenféle európaiakkal beszélgessünk szemétről, turizmusról, erdőtüzekről, meg más égető kérdésekről. Erős kezdésként ma az EU-n belüli korrupció lesz a témánk, Brüsszelbe kiránduló magyarként pedig kénytelen leszek ellátogatni néhány kiemelt zarándokhelyre, amelyet minden Belgiumba botorkáló magyarnak kötelező felkeresnie. A középidő egy osztrák-magyar koprodukció, és az új kedvenc beszélgetős műsorod, ahol európai ügyekről van szó, meg arról, hogy mire kellene jobban ügyelnie Európának. Én Paprika Kinga vagyok, a vendégeim pedig válogatott művészek, kutatók, újságírók és szakemberek Európa minden sarkából. Minden második csütörtökön jelentkezünk új adással, úgyhogy iratkozzatok fel most a jobb alsó sarokban lévő gombra kattintva, válasszátok ki utána a kis csengő ikont, és aztán még állítsatok be 10-17 további emlékeztetőt, hogy véletlenül sem maradjatok le egyetlen adásról sem. Az adásainkat nézhetitek felirattal is, az alul elérhető 15 nyelv bármelyikén. Na de most már térjünk rá a korrupcióra, amiből engem már megint kihagytak. Az EU földrajz értelemben eltörpül Oroszországhoz vagy Kínához képest, gazdasági szempontból azonban nagyon nagy hatalommal rendelkezik. Hoppá, ez a sziréna azt jelzi, hogy mindjárt adatokkal fogok dobálózni. Az Európai Unió GDP-jét 2024-ben 17 ezer milliárd euróra becsülik, ami a világgazdaság körülbelül egyhatodát teszi ki. Szemléltetésképpen ez körülbelül 6 millió 800 ezer mészáros lőrincnek felel meg. Az Európai Unió továbbá a Föld egyik legnagyobb közfinanszírozója is. Na de hova megy ez a sok pénz? Tényleg mindent arra költik, hogy Magyarországot támadják sunyi módon út- és vasútépítéssel, kórház- és iskolafelújításokkal, meg lombkoronasétányokkal? Egy ekkora pénzcsomóból már csak hazavisznek páran egy-egy köteget szabálytalanul, nem? Yeah. A korrupció becslések szerint évente 179 és 990 milliárd euró közötti költséget jelent az Európai Uniónak, ami a GDP-jének mintegy 6%-át teszi ki. Na most 179 milliárd és 990 milliárd között van némi számszaki különbség. De még ha a konzervatívabb becslést is vesszük alapul, ennyi pénzből legalább 10-szer elutazhatnánk a Holdra, és még egy lángosozót is nyithatnánk. A Holdon. Piacirés. Kijönne belőle akár 2-3 felcsúti kisvasút, meg egy kisebb szelet Puskás aréna, vagy, tudom is én, befektethetnénk zöld energiába, felhasználhatnánk az egészségügy fejlesztésére, iskolák finanszírozására. Csak ötletelek. A legfrissebb felmérések szerint az európaiak 70%-a úgy gondolja, hogy jelentős a korrupció hazájában. A közvélemény 2%-ponttal romlott a 2022-es adatokhoz képest. És igen, mi magyarok a top listában vagyunk. Na most tisztázzunk valamit. Az összes uniós támogatást 80%-án, azaz 5 forintból 4-et maguk a tagállamok kezelnek és osztanak szét. Azaz az egyes országoknak nagyon nagy beleszólásuk van a pénzek felhasználásába. Ez persze visszaélésre is módot ad, meglehetősen laza szövetségi felügyelet mellett. A legnyilvánvalóbb példa mindenre Tiborcz Istváné, aki néhány év leforgása alatt csodával határos módon az ország leggazdagabbjai közé tornázta fel magát, tenderek tengerét nyerve köz- és uniós forrásokból. Készült is a visszaélésekről nagy sajtóvízhangot kapott Olaf jelentés, a számunkérés azonban Magyarország hatáskörébe esett volna, aztán valahogy a Magyarország nem mondta felelősségre a miniszterelnök vejét. Az EU felülbírálati lehetőségei pedig hát korlátozottak. Az Olaf alapvető baja, hogy ők csak nyomozhatnak, de semmilyen következményt nem tudnak végrehajtani, amennyiben csalást találnak. Ő mindössze ajánlásokat fogalmaz meg, és a tagország magának eldönti, hogy ezzel mi történik. És hát mondjuk Magyarország esetében Magyarország eldöntötte, hogy semmi nem történik. Bár a 2010-es évek eleje óta módszeresen zajlanak, az EU nagyon lassan reagált az uniós pénzekkel való visszaélésekre,
meg a magyar demokrácia megkopasztására. Sok-sok évnyi nyomozás, parlamenti jelentésírás és nyilvános elnyebelnyézés után 2023-ban végül csak befagyasztottak 10,2 milliárd eurónyi uniós forrást, csak azért, hogy megmutathassák Magyarországnak, hogy az EU elég tökös, vagy hát tudom is én, petefészkes ahhoz, hogy oda csapjon a vétkeseknek. Aztán pár hónappal később feloldották a tilalmat. Most is megy a húzavona, az új képviselők jobbra-balra ígérgetnek. Drága Unió, mi volt a mesterterv? Mivel az EU egy államszövetség és nem egyetlen állam, az intézményei nem egységesek. A jogi hatáskörök korlátozottak és megosztottak, és legtöbbször erős és egységes politikai akarat kellene ahhoz, hogy a szemétségeknek büntetése is legyen. De ha már itt tartunk, látogassunk el egy kiemelt zarándokhelyre, amelyet minden Brüsszelbe érkező magyarnak illik megtekintenie. Íme a végzett ereszt csatornája, vagy ahogyan a Google térképen megtaláljátok történelmi emlékhelyek között, az Eresz. Ide jönnek a magyarok, akik Brüsszelben turistáskodnak, hogy megcsodálják ezt a csodálatos helyet, ahol Szájer József, legalábbis a rendőrségi jelentés és a média riportok szerint, pucéron csúszott le mindössze egy hátizsákot viselve, miközben éppen egy rendőri razzia elől menekült egy illegális szexpartiból karantén idején. Csak hogy emlékeztessek, nem a szex volt illegális a partiban, hanem a partizás karantén idején, ahol jelentős mennyiségű drogot is találtak a rendőrök. Szájer politikai karrierjének ez egy időre véget vetett, de azért nagyon messze van ez a szexparti Szájer legfőbb bűneitől. Az ő személyében nagyon fontos és kulcsfontosságú európai politikust veszített a Fidesz. Ő volt valószínűleg a legbefolyásosabb tagja az Európai Néppártnak a Fidesz részéről, és az Európai Pártcsoport és a Fidesz viszonyának gyors megromlásához lehetett közel Szájer lebukásának és bukásának is. De hát Szájer a szerzője a magyar alaptörvénynek, ami egyik napról a másikra felváltotta a korábbi magyar alkotmányt, amit senkivel nem egyeztettek, és azóta is olyan gránit szilárdságú, hogy csak minden második héten módosítják, amikor éppen mondjuk hajléktalanokat kellene bebörtönözni, mert szegények, hasonló csodálatos okokból. Még dicsekedett is azzal, hogy az iPad-jén írta az alaptörvényt Strasbourg és Brüsszel között a vonaton. Nagyon sajátos dolog éppen ezzel dicsekedni. Szóval nagy szolgálatot tettél nekünk, drága Eresz. Ott jártunkkor, összefutottunk egy magyar csapattal, akik épp ide jöttek a tiszteletüket lerúni a Balsós Bádok csöve előtt. Én itt lakom, itt dolgozom, de családom, barátaim eljöttek meglátogatni, és hát ezt a remek zarándokhelyet nem lehet kihagyni egy brüsszeli útból. Ez hozzátartozik, magyarként hozzátartozik a brüsszeli kultúrához. Nem nehéz azt mondani, hogy egy olyan alkotmány, ami egy iPad-en keletkezik, az nem üti meg azt a szintet, amit egy Európai Uniós alkotmánynak meg kell. Ameddig a kéz elér, magyar matricák és feliratok borítják ezt az amúgy mondén vízelvezetőt, amit bárki felkereshet. A Google térképen az Eresz néven történelmi emlékhelyként szerepel, határozottan megér egy vizitet. De ha már Szájernél tartunk, te milyen illegális tevékenység miatt szeretnél pucérvalaggal és brutál betépve menekülni, ha EP képviselő lennél? Írd meg nekünk itt lent kommentben, mi pedig színpadra visszük a legjobb javaslatokat. Én személy szerint a kontinentális befőtt kereskedelem megzavarásában lennék érdekelt. Pult alul árulnák a szilvalekvárt a talpasaim, díler hálózatom savanyú káposztát és csalamádét terítene ártatlan gyermekek között. De ma nem az én gonosz terveim vannak a középpontban, hanem az EU-s pénzekkel való visszaélés Magyarországra gyakorolt hatása. Szótejtünk arról is, hogy az olasz maffia hogyan használja fel az uniós forrásokat, és leszedjük a keresztvizet még egy rakás EU tagállamról. Igen, rád gondolok, boldog Ausztria. A nemrég beiktatott új parlament néhány képviselőjével beszélgetek ma az Európai Parlament brüsszeli épületének a pincéjében, ahol valami sajátosoknál fogva berendeztek egy tévéstúdiót egy folyosó kellős közepén. Sajnos a parlament épületében nem engedtek be, csak tisztességesen felöltözve, de ígérem, ilyen többet nem történik. Daniel Freund német politikus, 2019 óta az Európai Parlament tagja, a Zöldek Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportjában. Egy független etikai testület létrehozását szeretné elérni, amely az uniós intézményekben fellépő összeférhetetlenséget követné és büntetné. A magyar kormány kifejezett ellenségének tekinti, mivel Freund harciasan követeli az Orbán rendszer visszaéléseinek büntetését. Sabrina Pignedoli 2019 óta képviseli Olaszországot az EP-ben, újságíróként maffia témákra szakosodott, képviselőként pedig bűnszövetkezetek jelenségével kapcsolatban ad tanácsot a vonatkozó EU-bizottságnak.
Gwendoline Delbos-Corfield, az Európai Zöld Párt francia tagja, szintén EP képviselő. Korábban a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság alelnöke volt, 2021 óta pedig a konferencia Európa jövőjéről küldöttségi tagja.